Sziasztok, ismét egy kis PHP. Most kérésre azt fogjuk megnézni, hogy miként lehet az űrlapot elküldeni feldolgozásra a háttérben, tehát az oldal újra töltődése nélkül. Ehhez ajánlom figyelmetbe a nem is olyan régi korábbi videómat, ami az Ajaxról szól, ugyanis itt is ezt a módszert fogjuk alkalmazni, csak ott korábban kimondottan egyszerű getes kéréseket valósítottunk meg Ajaxszal, itt pedig már posztolni is fogunk. Mielőtt belevágnánk, nézzük meg, hogy hogy állunk most. Most egy ilyen teljesen standard űrlapkezelésem van. Szimplán kitöltöm az űrlapot, beírok egy nevet, e-mail címet, kiválasztok egy dátumot, rámegyek, hogy elküld. Ezután látom, hogy szépen újra töltődik az oldala, a webprogram dolgozik a háttérben, majd újra töltődést követően már úgy jelenik meg az űrlap, hogy fölötte van az üzenet, hogy adatok rögzítve. Egyébként nem csak azt dolgozzuk fel, hogy az űrlap elküldése került, hanem valóban történnek is dolgok a háttérben. Eltárolom az információkat most az egyszerűség kedvéért fájlokba. Egyetlen fájlba egész konkrétan, ahol csak sorokba helyezem el a betáplált rekordokat, az információkat, amelyek összetartoznak, azokat meg pontos veszővel választom el egymástól, név, e-mail cím és mondjuk születési dátum. Csak azért, hogy valóban ez egy működő dolog legyen. Ez idáig teljes mértékben működik, csak hát láthattuk, hogy az oldal újra töltődik. Sőt, még kimondottan arra is rámentem, hogy lassú netet szimuláljak, és még a CSS-t is a végén töltöm be, még a gyorsítótárat is kikapcsoltam, hogy tényleg látszódjon szépen ez a folyamat, és egyértelmű legyen, hogy újra és újra betöltődik az egész oldal. Most az én célom majd az lenne, hogy amikor elküldöm az űrlapot, akkor minden szépen a helyén marad, a háttérben dolgozik az Ajax, és amikor majd véget ért a folyamat, akkor egyedül csak az üzenet fog megjelenni, vagy az, hogy sikeres volt, vagy az, hogy sikertelen. Azért röviden nézzük meg a projekt jelenlegi szerkezetét. Az Index.php szándékosan nem magát a tartalmat jeleníti meg. Képzeljük el azt, hogy ez egy ilyen előszoba, ami majd eldönti, hogy mi jelenjen meg, de most egyszerűen csak a form.php töltődik be minden körülmények között, amiben a teljes szerkezet található, alul természetesen magával az űrlappal, és az űrlap fölött van az a rész, ami megállapítja, hogy űrlapküldés történt, megnézi, hogy az információk azok megvannak-e. Amennyiben minden rendben talált, akkor letárolja az állományba, és közli velem, hogy adatok rögzítve, ellenkező esetben hibásan kitöltve üzenetet kapok. Azt, hogy adatoknak a beillesztését akarjuk éppen eszközölni, azt most kivételesen egy getes insert paraméter jelöli, mert most így volt a legegyszerűbb, az űrlapomnak az actionjénél is látszik, hogy az index.php kérdőjel insertre hivatkozok, és ennyi. Körülbelül ennyit kell tudnunk erről, most jön a nagy kérdés, hogyan oldjuk meg, hogy ez az egész a háttérbe történjen. Hát természetesen mindenképpen be kell majd iktatnunk kliens oldali scriptet is. Ahogy én ezt már bekészítettem, tehát nekem itt egy res mappán belül már ott van a script.ism, csak egyelőre nem csinál túlzottan sok mindent, a klasszikus kezdésem van benne a kvázi JavaScriptes Hello World-öm, a console log ready. Ezt, ha minden igaz, látjuk is a konzolon, hogy a ready megjelenik. Most akkor itt az ideje, hogy azt a scriptet tegyen bele, ami megvalósítja, hogy Ajax segítségével a háttérbe történjen az űrlapnak a feldolgozása. Hát ezt két helyen is implementálni kell. Először is a JavaScriptben meg kell írnom nekem azt, hogy az űrlap küldésekor az űrlap adatait Ajax segítségével küldjem el, és ezzel egyúttal megakadályozzam az űrlapot, hogy ő elküldje magát a szokásos módon. Emellett a kiszolgáló oldali PHP-val is tudatnom kell, hogy egy kicsit megváltozik a dolgoknak a rendje. Szerintem kezdjük akkor a PHP résszel. Hát először is a form.php-ból kiszedem azt a blokkot, amelyik az űrlap küldését próbálja lekezelni, tehát ezt az if-iszetes részt. Ezt egy az egybe kikapom. Tulajdonképpen PHP kód nem is marad a form.php-n belül, ezt az egészet áthozom az indexen belülre. És lesz ennek az if-nek egy másik ága. Kétféle dolog fog történni. Vagy az van, hogy űrlapküldést akarunk eszközölni, és akkor megtörténik az adatoknak a feldolgozása, fájlba írása és a üzenet megjelenítése, vagy pedig
betöltjük a form.php-t. Tehát vagy a teljes lap megjelenítése az üres űrlappal, vagy pedig egyszerűen csak az űrlap küldés lekezelése, illetve az arra vonatkozó válasznak a kiehózása kimenetként. Ja, egyébként azt nem mondtam el, hogy van egy ilyen sleep 3 ott az if iszed getnek az elején, ezt nehogy bárki is beleírja a kódjába, hogy azt higgye, hogy ettől jó. Én csak azért tettem oda, hogy szándékosan egy 3 másodpercig tököljön a program, hogy még érzékelhetőbbek legyenek majd a dolgok. És most már látszik is, hogy ha ott van a végén, hogy kérdőjel insert, akkor csak is kizárólag a hibásan kitöltve üzenet jelenik meg. Amennyiben nincs ott a végén, akkor megjelenik szépen stílussal együtt az űrlap. Illetve, hogyha az űrlapot kitöltöm rendesen és elküldöm, akkor így is minden tök jól működik, letárolja az adatokat és kiírja, hogy adatok rögzítve, csak ilyenkor nyilván az oldalnak a többi része nem jelenik meg, és hát értelemszerűen stíluslap sincsen. És a tervem a következő. Azt fogom csinálni, hogy a JavaScript a küldéskor szépen kiszedi az adatokat az űrlapból, és a háttérben Ajax segítségével elküldi a kérdőjel insertes címre, aki elvégzi a feldolgozást, és válaszképpen a két üzenet valamelyikét fogja megjeleníteni, amit aztán majd a JavaScript szépen beletesz abba a divbe, ahol eredetileg is volt. Na hát akkor először is az első lépés, egy form változót létrehozok, és akkor query selectorral szeretnék hozzáférni a form elemhez a HTML-en belül. És akkor a formnak, ha minden igaz, van egy speciális onSubmit nevezetű tulajdonsága, hasonló, mint az onClick, csak ez kimondottan az űrlapnak az elküldésekor történik. A functiont úgy határozom meg, hogy legyen akkor egy e paraméter, amiben megkapom az eseményt, és rögtön azzal indítok, hogy e.preventDefault, tehát én felül szeretném bírálni az alapviselkedést, az űrlap ne kerüljön elküldésre, hanem mondjuk először csak jelenítse meg a konzolon, hogy Submit. Ez ideig teljesen jók vagyunk, akkor mehet az Ajax. Na tehát akkor létrehozom az új XML HTTP request objektumomat, rögtön meghatározom az onReady state change eseményét, ami ugye bármilyen állapotváltozás történik, akkor lefut. Rögtön egy nagy feltétel, hogy engem csak az érdekel, amikor a ready state 4-es, tehát minden készen van, illetve a status kód az 200-as. Ezt követően egyelőre csak megjelenítem a konzolon a response textet, amit válaszként kaptam. Jöhet akkor a megnyitása az XHR-nek, ugye megadom a metódust, get vagy post, megadom az URL-t, hogy hova hivatkozok, illetve a harmadik paraméternek beírok egy true-t, hogy aszinkron legyen. Én nem azt írom be, hogy post, meg beírom az URL-t, hanem már akkor a vagány leszek, hogy nagyon általános módon csinálom meg ezt a scriptet, tehát a formnak lekérem a method attribútumát, és lekérem az action attribútumát, és azt adom oda neki. Ezt követően már csak senddel el kell küldenem az XHR-t, és itt van az a pont, ahol paraméterként megadhatom a posztolni kívánt adatokat. Hát ezeket az adatokat a formból kellene kiolvasnom, én ezt is általánosítani szeretném, tehát nem akarom egyesével én magam kiolvasni, hogy name, e-mail, stb., hanem egyszerűen készítek egy formdata objektumot, ami egyébként kell, hogy legyen, amit elküldök. És szerencsére ez úgy működik, hogy ha azt mondom, hogy new form data, és az űrlapomat odaadom neki paraméterként, akkor ő szépen ezt elkészíti és kibontja, és akkor innentől kezdve az űrlapomban lévő mezők és az abba beírt értékek kerülnek majd továbbításra, de hát a biztonság kedvéért meg is nézem, hogy ez tényleg így van-e. Látom a network panelen, hogy ment egy kérés az index.php kérdőjel insert felé, és hogyha részleteket megnézem, akkor alul valóban van egy form data az általam küldött adatokkal. Látom is, hogy a response az úgy néz ki, hogy adatok rögzítve, hát bízom benne, hogy ezt a konzolon is látni fogom. Igen, gyönyörű szépen ott van a konzolon, p, class, stb. Adatok rögzítve. Most már csak annyi lenne a dolgom, hogy én ezt beledobjam abba a divbe, amit azt hiszem response azonosítóval láttam el. Tehát amikor megérkezett a válasz, minden rendben volt, akkor hozzáférek a response azonosítójú elemhez, és akkor az inner HTML tulajdonságába egy az egyben beledobom a response textet. Tehát ha minden igaz, akkor az a bekezdés fog majd megjelenni benne. Vegyük észre, hogy amikor az elküldre kattintok, akkor abszolút nem töltődik újra az oldal, csak szépen ott van egy helyben, majd végül megjelenik az adatok rögzítve cucc a helyén. Hát akkor esetleg még annyit beletehetnénk, hogy szépítsük a dolgokat, hogy valahányszor elküldöm az űrlapot,
Közvetlenül a küldés megkezdésekor én azt a response elemet azt kiürítem, hogy meg tudjuk különböztetni az új üzenetet a régitől, illetve miután megérkezett a válasz, most függetlenül attól, hogy sikeres volt vagy sem, az űrlapot azt mindig resetelem, tehát kiürítem a benne lévő beviteli mezőket. És akkor így most már tökéletesnek mondható. Egyébként amellett, hogy mindig kapjuk a sikeres vagy sikertelen üzeneteket, azért megmutatom a fájlt is, hogy valóban az újonnan bevitt információk is belekerültek, szóval az Ajax mellett működik továbbra is ez a mechanizmus is. Hát ez a bemutató, ez így nagyjából ennyi lett volna. Ez most így elsőre lehet, hogy összetettnek tűnik, de kellően általános ahhoz, hogy erre könnyedén rápirítsunk mondjuk egy függvényt, amit utána már minden projektünkben csak hívogatni kell, és az űrlapok már frankon működni fognak. Úgyhogy remélem, hogy azért nagy segítség volt annak, aki számára még kérdéses volt, hogy miként lehet ezt megvalósítani. Akkor kellemes ajakszolást mindenkinek!